Mi jelenleg a helyzet a város általános iskoláiban? A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó tagintézményekben a Kiskulcsosi, a Kovács Mihály Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai tagintézményben mi jelenleg is az online oktatás zajlik, amelyben a gyerekek és a pedagógusok egyaránt nagy aktivitással részt vesznek. De ugye egy iskolai életnek nem csak egy aspektusa van. A vészhelyzet, veszélyhelyzet ideje alatt végig dolgoztak a technikai dolgozók, az ügyviteli dolgozók, tehát az irodai munka az zavartalanul zajlott. A helyzetet kihasználva, ugye gyerekek nincsenek az iskolában, a karbantartók, illetve a takarítóink elvégezték a nagy fertőtlenítést rögtön a járvány kezdetekor, és azután pedig megkezdődtek a karbantartási munkálatok. Tehát amelyeket egyébként nyáron szoktunk elvégezni, azt most elvégezték. Gondolok itt a kisebb festésekre, a javításokra, ajtókilincs, ablak, lambi és még sorolhatnám, amelyre így most több idejük volt, és a gyerekek ugye nincsenek, és ők sem akadályozták ezt a munkát, illetve ők sem voltak így veszélyeztetve a munkákkal. Bizonyos alkalmakra be lehet most már majd menni az iskolába, ez hogyan alakul városunkban? Ugye a június 2-től lehet kis csoportos foglalkozásokat, vagy egyéni felkészítéseket tartani, elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik úgy állnak bizonyos tantárgyakból, hogy szükségük van arra, hogy az évvégi érdemjegy az egy kicsit szebb legyen. Azoknak a gyerekeknek lehetőség van kis csoportos ilyen felzárkóztató foglalkozások megtartására, illetve azon gyerekek, akik felügyeletet kérnek, vagyis azon szülők, akik gyermekfelügyeletet kérnek, ők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ebben az esetben is kis csoportokban kell elhelyeznünk a gyermekeket, figyelembe véve az iránymutatásokat, és így kell megszerveznünk számukra a napi 8-tól 16 óráig tartó gyermekfelügyeletet. Az elsődleges felmérések alapján mennyire van ezekre igény, akár az egyéni foglalkozásokra, akár mondjuk úgy, hogy a felügyeletre csak? Ugye az egyéni foglalkozásokat azt látjuk előre, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy melyek azok a gyerekek, akiknek szükségük van egy kis felzárkóztatásra, hogy jobb legyen az évvégi bizonyítványuk. Ezeknek a szervezése folyamatban van, tehát azok a szülők értesítve vannak, hogy várjuk azokat a gyerekeket. A tanulói felügyelet felmérése, tehát hogy kik kérnek, az most van folyamatban. Tehát ez vonatkozik a június utolsó két hetére és augusztus utolsó hetére a felügyelet, illetve az intézmények, az iskolák pályázhatnak nyári tábor szervezésére is, ami ugye július elejétől augusztus utolsó hétvégi, utolsó hetéig tart. Ha megfelelő létszámú gyermek jelentkezik, akkor fog az intézmény pályázatot benyújtani nyári táborok megszervezésére. Hamarosan közeledik a tanévvég, amiről beszéltünk, hogyan fog megvalósulni a tanévzáró, és természetesen szorosan követi a ballagás. Az idei évben, ugye figyelembe véve a helyzetet, rendkívüli módon fogjuk megszervezni egyrészt a tanévzárót, a bizonyítvány kiosztását és a ballagást is. Egyeztetve a nevelő testülettel azt a módszert választottuk, hogy osztályonként be fogjuk hívni a gyerekeket az udvarra, természetesen a két méteres távolságot betartva, néhány jó szót szólva hozzájuk, és így fogjuk kiosztani a bizonyítványokat, hogy legalább így a tanév végén találkozzanak személyesen is a pedagógusokkal a gyerekek. A ballagást is hasonlóképpen fogjuk megszervezni, nem is ballagásnak nevezném, az is inkább egyfajta bizonyítványosztás, amikor behívjuk a nyolcadikosokat, és ugyanígy kellő távolságban pár jó szó kíséretében megkapják a tarisznyákat, a kis okleveleket, jutalomkönyveket, és ezzel bocsátjuk őket útra.